Nem is tudom, mit mondjak nektek. 3 perc, és életetek csatáját kell megvívnotok. Itt dől el minden. Ha sikerül, megmaradunk, mint csapat. Ha nem, végig. Apránként, lépésről lépésre meghalunk. Ez itt a pokol, uraim. Higgyétek el. Vagyis, itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre. Két bajnoki, viszonyítsátok el, mire is vettek képesek. Higgyétek el, hogy meg tudjátok csinálni, mint egy csapat. Mi szurkolók mindig itt leszünk mellettetek, és az utolsó percig bíztatok fogjuk a csapatot. Hajrá, Cegléd! Sziasztok! Mivel megkezdtük a felkészülést, nagyon egyszerű kicsi fiam. Szeretlek, büszke vagyok rá, az ige egyszerű. Ki kell menni, meg kell verni őket. Az erő legyen veletek. Rock and roll! Sokkal több van bentek, úgyhogy tegyétek oda magatokat erre az utolsó meccsekre. És hajrá, Cegléd! Sok sikert kívánunk a bennmaradáshoz! Harcoljatok! 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 Sok sikert, fiúk! Harcoljatok! Nagyon jól tudom, hogy ebben a fél évben is már nagyon sok mindent megtettél azért, hogy ez a csapat jó helyen végezhessen a fél év végén a tabellán, de ragaszkodom hozzá, hogy ezen az utolsó két meccsen is lehúzza azt a bizonyos redőnyt, bár egyébként mindannyian tudjuk, hogyha ez esetleg mégsem sikerülne, akkor a 93. percben neked még mindig van egy B-tervet, ha érted, mire gondolok. Kritikusod azt gondolom, hogy az intelligens és higgadt játékoddal biztos, hogy nagy segítséggel leszel a csapatnak még az elkövetkezendő két mérkőzésen. Ez a Ceglédi csapat nem érdemel kiesést. Mi mellettetek vagyunk, szurkolunk nektek. Tudom, hogy képesek vagytok a bennmaradásra, de ezt nektek is el kell hinnetek. Szerintem a csapatban egyénileg is mindenki egy fantasztikus játékos, pont ezért vagytok egy nagyon jó és klassz csapat. Csubikó, neked pedig annyit, hogy tudod jól, hogy egy remek játékosnak tartalak. Egy gól azért jól jönne így a végére, de az sem baj, ha nem sikerült. Én már így is nagyon büszke vagyok rád. Kicsit továbbra is pusja mindenkit. Király Gabi azt mondta, hogy minden összecsapás egy új lehetőség mindenki számára, hogy megmutassa valójában mire képes. És tudom, hogy ti együtt képesek vagytok bennmaradni. Épp ezért azt mondom, hogy hajrá, Ceglédi legények, gyerünk Szabó Vigyka! Nagyon szeretlek. Ja, és a boldogító igenhez szükségem van még 2 darab gólra. Köszi, puszi! Szia! Fogjátok meg és ne eresszétek el a pillanatot! Ez az igen! Mert ha egyszer el kell majd számolnotok velük, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek, vagy haltatok! Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead, az élete árán is! Nézd a melletted ülőre, nézd mélyen a szemébe! Azt látod majd benne, hogy a srác segít majd a harcban! Látni fogod, hogy ő meghozza ezt az áldozatot a csapatért. Tudja jól, hogy ha rajtad múlna, te is megtennéd ezt érte. Ezt hívják csapatnak. Tehát, vagy túléljük ezt a harcot egy csapatként,
vagy oda veszünk egyénenként. Ennyi a történet. Ez a futball. Get down! Get down!